A pályázat feltétele az volt, hogy a benyújtásakor az orvosi praxis betöltetlen legyen, ugyanakkor az önkormányzat már rendelkezzen orvosi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződéssel, mondta el Vonyarcvas egy polgármestere. Pali Róbert tájékoztatóján a tervezőtől a kivitelezőig minden érintett cég képviselője és a gyermekorvos is jelen volt. A Magyar Falu Program 256 millió forintos támogatásával önkormányzati őrész biztosítása nélkül valósulhat meg a beruházás. Nagy öröm számunkra, hogy ezt a praxist dr. Világos Eszter gyermekorvos látja el. Ő itt, elmondhatjuk, itt nyaralt ebben a régióban, és annyira megtetszett számára a környék, illetve az embereknek a közvetlensége, hogy utána érdeklődött, hogy van-e esetleg lehetőség. És pont egy ilyen program keretében éppen nyugdíjba készült a eddigi gyermekorvosunk, és így került a program megvalósítása. Ebben a nem csak Vonyarcvas egyet érinti, hanem Balatongyörököt, Gyenesdiást és Vonyarcvas egy körzetét látja el. A 2 éve 3 körzetben dolgozó 762 gyermeket ellátó gyermekorvos meglepődve, de nagy örömmel fogadta a beruházás és a lakhatás lehetőségét. A sorsnak az ajándéka, hogy amikor elvállaltam ezt a lehetőséget, akkor erről a pályázati lehetőségről, illetve erről a ház építésről még nem volt szó sem. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy mind a mellett, hogy itt a praxisban megtaláltam azt, ami számomra nagyon sokat ad. Gyógyíthatom a gyerekeket, és több mint 200-al nőtt már a praxis létszáma, mióta itt vagyok. Amellett a szabadidőben is olyan lehetőségek vannak itt a környéken, ami maximálisan biztosítja a munka utáni regenerációt, és ez a ház ez nagy mértékben hozzá fog járulni ehhez, és ezért nagyon hálás vagyok. Az önkormányzat a programban 4 tervből választhatott. A budapesti tervezőcég képviselője Király László ismertette a 215 négyzetméter alapterületű ház terveit, műszaki paramétereit. A környezettudatossági szempontokat figyelembe véve törekedtünk arra, hogy az épület sokkal többet tudjon, mint ami a előírás szerint kell neki, a jogszabályi előírások szerint. Ugyanis magát a fűtését azt egy levegő hőszivattyús rendszer fogja megoldani, amely hűtésre is alkalmas, nyári hűtésre, és magát a használati elektromos áram fogyasztást az pedig napelemrendszer biztosítja a házon. A beruházás ismertetését követően megtekintették a kivitelezés helyszínét. A 3000 négyzetméteres területet egyidejűleg át is vette a közbeszerzést elnyert helyi kivitelező. Vonyarcvas egy önkormányzata vállalta, hogy 30 évig eredeti funkciójának megfelelően működteti a szolgálati házat, melynek felépítésére 15 hónap áll rendelkezésre. A terület átadása jelen volt a gyermekorvosi ellátásban érintett 3 település polgármestere és a térség országgyűlési képviselője Maninger Jenő is.